tekintetben. És ha már Szilágyi György képviselő úrnál járok, ő még az elején azt mondta, hogy nincs újdonság a tekintetben, hogy a 2001-es törvénymódosítás is bűncselekményként határozott meg bizonyos jogellenes cselekményeket. Nos, valóban, de ez a garázdaságot, tehát a sporteseményeken bekövetkezett vagy elkövetett garázdaságot szankcionálta ilyen módon, és a újdonság és többlet szigorítása most beterjesztett törvényjavaslatba, hogy a sportrendezvény rendjének megbontása, ami korábban, illetőleg jelenleg még hatályosan szabálysértési tényállásként van meghatározva, és szabálysértésként lehet szankcionálni, ez a törvényjavaslat elfogadása esetén ez bűncselekmény kategóriába fog kerülni. Ami pedig a többi hozzászólást illeti, hát egész nem is értem, hogy amit Zagyva György Gyula mondott, hogy ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy a szurkolókat kitítsuk. Hát minden egyes mondata, minden egyes törekvése ennek a törvényjavaslatnak a célja megfogalmazottan implicite és explicite az, hogy itt a szurkolók minél nagyobb számba látogathassák a rendezvényeket, minél nagyobb számba családok, gyerekek, idősek, fiatalok ott lehessenek a sportrendezvényeken, és csak arról szóljon az egész a sportról, a fociról, a jégkorongról, a kézilabdáról, a kosárlabdáról, ami a lényeg. És én nem szégyellem elmondani, én is imádom a futballt, én is futballszurkoló vagyok. És amit csak pont szintén Zagyva György Gyula mondta, hogy hát az nem tudja megítélni, aki csak kétszer járt. Én ebben a szezonban elmondtam, hogy kérem figyeljék a szavaimat, a tavaszi szezonban voltam kétszer, mert nem értem rá sajnos, vagy szerencsére más dolgom volt, ugye nem tudtam, de korábban az őszi szezonban többször voltam, és még korábban azt megelőző 8 évben pedig rendszeresen voltam, vagy jártam labdarúgó, mert akkor sokkal több időm volt, most hál' Istennek nincs annyi időm, de egyébként sajnálom, hogy nem jutok el annyi mérkőzést, amennyire szeretnék. Tehát még egyszer mondom, ennek a törvényjavaslatnak egyértelműen az a célja, hogy a sportbiztonságot megalapozza, és még egy körülményt szeretnék kiemelni, hogy ennek a szabályoknak, az egyeztetett szabályoknak a beterjesztésekor figyelembe vettük az angol, a holland, a német, a belga vagy a francia szabályokat is. Olyan klubokat látogattak meg az MLS illetékesei, a rendőrség képviselői, ahol tapasztalatokat tudtak szerezni a tekintetben, hogy korábban szintén a futballhuliganizmus által sújtott országokba, illetőleg klubokba hogyan oldották ezt meg. Hát kérem, ha megnézzünk, én nem akarok hivatkozni egy Premier League mérkőzést, akár egy Manchester, vagy Arsenal, vagy a bármelyik Chelsea nagy klubot lehetne mondani, vagy akár a kisebb klubokat is, milyen látogatottság van, vagy akár a Bundesligát, ha figyelembe vesszük, vagy a Serie A-t. Ugye? Tehát én úgy gondolom, hogy mi igyekeztünk tanulni azokból a jó tapasztalatokból, amiből tanulni lehet, és ezeket a szabályokat megpróbáltuk ebbe a javaslatba beépíteni. Még egyszer mondom, azért tettük ezt, hogy előbbre vigyük a sport biztonságot, és olyan szabályokat tudjunk a szurkolók érdekébe kialakítani, amelyek ezt a célt elősegítik. Világos szabályokat szeretnénk, ezek a szabályok szigorító szabályok zömében, azt is elmondtuk, és én úgy gondolom, hogy megvan annak az esélye, hogyha ezt a javaslatot a parlament elfogadja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a biztonság, ez a cél megvalósuljon. Persze azt is, és ugye a vita jelentős része most már a futballról szól, és ugye sok mindenki elhangzott, sok minden szép eseményt mondott. Én nekem az egyik alapélményem az a 66-os angliai világbajnokságon a magyar-brazil Farkas Jancsinak a gyönyörű gólja ma is előttem van. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki ezt látta, az sose felejti el. Vagy akár mondhatom Tihi Lajost is, aki 60-as évek közepén a Népstadionba a félpályáról innen rugott Géczi Istvánnak akkora gólt, hogy mindenki csak nézett, hogy ilyen futballisták, vagy Kocsis Lajost is lehetne mondani, és sok jó magyar futballistát, és még későbbieket is, de most nem akarom ezt említeni. Tehát még egyszer mondom, a vita a futballról szól alapvetően, de úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat ennek az elfogadás esetén
segítséget nyújt igenis ahhoz, hogy biztonságosabbak, vonzóbbak legyenek a magyar pályák, a magyar sportlétesítmények, és egyértelmű üzenetet ad egyrészt arra azoknak, akik szeretnének elmenni tényleg szurkolni, és egyértelmű világos üzenetet ad a korábbi rendbontóknak, a korábbi huligánoknak, hogy ennek a világnak vége. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, most 2 perces felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Zakó László képviselőnek, a Jobbik képviselőcsoportjából. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, engedjék meg, hogy röviden 2 percben egy kicsit ilyen szociológiai megközelítésben szóljak a kérdéshez. Én úgy gondolom, hogy ami a futballpályán, a nézőtéren, sőt a foci pályán is, ami történik, az teljesen hű lenyomata a mai magyar valóságnak, a mai magyar közéletnek. Mire gondolok? Az erőszakra, a közbiztonságra, a korrupcióra, a reklámra, a trágárságra. Tehát amikor valaki úgy megy ki a meccsre, hogy szurkolni szeretne, és közben évek múltán tudja meg, szerencsétlenebb esetben, szerencsésebb akkor rögtön utána, hogy ezt az egész meccset eladták, akkor rögtön eszünkbe jut, hogy Magyarország a korrupciós világranglistán nagyon előkelő helyen szerepel, tehát akkor már ez egy jó lenyomat. A másik, amiről szeretnék beszélni, hogy a magyarság tudat is azért nagyon érdekes módon csökken. Ahogy a Kossuth rádióban a Kossuth szignál eltűnt, úgy tűnnek el a magyar játékosok a magyar futballcsapatból. Én, ha már mindenki például, azok én gyerekkoromban az Zete pályán nőttem föl Zalaegerszegen, élményszámba mentem, amikor valaki jött a szomszédvárból, és ott ragadt, és 3000 emberrel több ment ki megnézni ezt az egy játékost, hogy megvizsgálják a játékát. Hát egyszerűen én nem tudom, hogy milyen vonzalom van ahhoz a csapathoz, ahol egyetlen egy magyar nevű játékos már nincsen, bosnyák, brazil, szerb, horvát, stb. Kukorelli képviselőtársa mondta, hogy régen nem volt cigányozás, zsidózás, buzizás. Hát régen Kádárt, Rákosit merte volna valaki szidni a nézőtéren, szerintem még most is valahol a föld alatt kellene keresni a tetemét. Mindenkori társadalmi problémák valahol visszaütköznek a nézőtéri bekiabálásnál. És hát államtitkár úr, munkát kell adni az embereknek, és ez a szociológiai része. Fáradjanak el a munkában, családot alapítsanak, a gyerek előtt a szülő már nem fog olyan agresszív lenni a pályán, és a futószalag mellett, vagy bárhol a földeken elfáradt hétköznap, akkor egy kicsit vissza fog venni az agresszivitásból. Tehát azért van más irányú megközelítés is itt a téma tárgyalása kapcsán. Köszönöm szépen! 2 perces felszólalása következik. Tóth Gábor képviselő úr, Fidesz képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr! Nagy érdeklődés és empátiával hallgattam jobboldalinak mondott képviselőtársainak a mondatait a magyar sportról és a kormánynak ezügyben mostani válhandó dolgairól. Én azt hiszem, hogy a mai kormánynál és Orbán Viktor miniszterelnök úrnál úgymond elkötelezettebb ember nem hiszem, hogy az elmúlt 20 esztendőben akadt a magyar parlamentben, aki a focit és a sportot ezen belül felvállalta, és tesz is érte valamit. Nem csak beszél róla, kíváncsi volnak önök közül hányan vállaltak, adott esetben harcias képviselőtársaimból is, adott esetben a sporton belül aktív munkát mondjuk ingyen. Én voltam 3,5 évig sportkörnek elnöke, tudom, hogy miről beszélek. Valakik a pályára kívülről bekiabálni sokkal egyszerűbb, mint bent tenni valamit érte. Én azt hiszem, hogy a mostani előterjesztés és az a fajta program mindenféleképpen jobbító szándékú, és az a fajta, úgymond az első osztályt alkalmasint érintő korrupció és sok minden más. Meg volt a 70-es években, 80-as években az idősebb képviselőtársaim hasonló frizurával rendelkezők, mint én, emlékezhetnek még erre. Tehát nem a mai kor sajátossága. Az másik kérdés, hogy a demokráciánk fejlődése kapcsán lehet a pályán sok mindent, oda nem illőt is tenni-venni. El kell menni falu helyre, és azért még ott, ahol mondjuk van olyan kis község Magyarországon, ahol 1500 a lakosságnak a lélekszáma, az a kis falusi csapat 50 meccsen nem kapott ki, megy első osztályba játszik, és a fél falu kim van a foci meccsen. Érdekes ott a közrend és a közbiztonsággal, semmi probléma nincs. Tehát itt egy teljes körű paradigmaváltásra van szükség, amiben ez a kormány szerintem maximálisan elhivatott, és meg is tesszük, amiket ebben szükség lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalása, megadom a szót Zagyva György Gyula képviselő úrnak, Jobbik képviselőcsoport. Rögtön az elején kontrát államtitkár úrnak, mivel azt mondta
ebből a pápa, csak ezt a pápa haladás meccset tegyük már tisztába. Azt mondta, hogy 4-5 évvel ezelőtt, és utána 2002, mivel annyi egyébként többször volt a pápa haladás meccsen ilyesmi, tehát én nem a 2002-esre gondoltam nyilván, hanem a 2004 utániakra, mert többször volt, és az a Bíró Péter miatt, de akkor ezen túl is lépek. Nem kaptam választ arra, hogy tudják önök mi az, hogy családlátogatások, azt elmondom. Emi többek között emiatt nincs a szurkolóknak bizalma az iránt, hogy a rendezők belenézhetnek az adataikba, mert nagyon szomorú tapasztalataik vannak abból kifolyólag, hogy az elmúlt években többször volt olyan, hogy adott futballcsapatnak a felkért rendező gárdája megjelent egy adott szurkolónak a lakásán, és megkérdezte bizonyos dolgokról. Most itt hagyd részletezzem. El lehet képzelni, hogy egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen családlátogatás, ez hogy zajlik. És ez nem egy eset, hát ez az, hogy nem tudnak róla, pedig többször el lett mondva már. Erről fórumok voltak, ezek a fórumokon elmondták, Csányi úrnak el lett mondva, és tehát többek között ezért kellett volna például egy szurkolói egyeztetés, hogy megtudják az indokokat. Hát persze, hogyha ez megtörténik 5-10, de legalább lehet, hogy 10-en felüli emberrel, ez nyilván elterjed a szurkolói közösségekben, nyilván, hogy a büdös életben nem fognak többet bízni abba, hogy a kluboknak a mostani rendezőgárdájuknak kiadják a lakcímeiket. És most nem arról beszélünk, hogy aki most elkövetett valami rendmutatást, vagy nem követett el, hanem az átlag szurkolóról, aki mondjuk a Ferencváros szurkolóinak mondjuk a körülbelül egy harmada, az a kapu mögött szurkol, mint ultra, most itt, de legalább lehet, hogy több is, most itt ebben a körülbelül 3-4 ezres nézőszámból lehet, hogy több is. Ezek az emberek nem fognak ebbe bízni. Köszönöm. Képviselő úr, tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólása következik. Révész Máriusz képviselő úr a Fidesz képviselő csoportjából. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. Úgy érzem, hogy Jobbikos képviselőtársaim felszólalásai között is nem kevés ellentmondás feszül. Zagyva képviselő úr lelkesen érvel amellett, hogy milyen nagyszerű ez a mai helyzet. Hát tisztelt képviselőtársaim, hát nézzünk már szét a pályákon. Lehet, hogy ön kivenni a gyerekeit most egy futballmeccsre, én nem. És az az igazság, hogy Wolverhampton Kőbánya testvérvárosa, és voltunk kint, meghívott az önkormányzat egy meccsre annak idején, és teljesen elképedve láttuk, hogy a családi szektorban kaptunk egyet, ahol jól öltözött, öltönyös emberek családokkal, gyerekekkel nézték a meccset. Azt gondolom, hogy ha pontosan ugyanígy marad minden, akkor lehet látni, hogy ez a vég, ez nem vezet sehova. Mennyi az átlagos nézőszáma a futballmeccseken, képviselő úr? Tehát nyilvánvaló, mindenkinek a számára nyilvánvaló, még a képviselőtársai számára is, hogy ezen a helyzeten valamit változtatni kell. Változtatni kell. Ön azt mondja, hogy ezen nem kell, mert itt micsoda nagy, és milyen mértékben fognak visszaesni egyébként a nézőszámok. Ezek a nézőszámok, tisztelt képviselő, nem fognak visszaesni. Ez alá nem lehet visszaesni. Az az igazság, hogyha nem teszünk semmit, akkor nyilvánvalóan lehet látni, hogy ez lesz a helyzet, és ez a helyzet, ez csőd. Itt mindenképpen változtatni kell. Meg kell nézni, hogy a világon mit tettek. És a világon ezeket a változtatásokat sikeresen levezényelték. Anglia. Jó néhány évvel voltunk a Heysel stadion tragédiája óta, és mondom, hogy családi szektorok vannak, ahova ki lehet vinni a gyerekeket, anélkül, hogy trágársággal, obszénsággal, vulgarizmussal lehetne találkozni. Tisztelt képviselőtársaim, el kell dönteni, önök azt mondják, hogy a rend pártja. Most rendet akarnak, vagy nem akarnak rendet? Mi ebben a kérdésben rendet akarunk a futballpályákon is. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2 perces felszólása következik. Szilágyi György képviselő úr, Jobbik képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Már Tóth Gábor úgy érzem személyesen megszólított és sokat dolgozott a sportért. Hadd mondjam el, hogy mind a szurkolói kordászos iroda vezetője egy 12-1-es jugoszlávok ellen elszenvedett vereség után vettem át a kordászos irodát. 3000 embert vittünk ki Bécsbe, ahol megvertük az osztrákokat, akkor sokkal erősebbek voltak. A saját rendezőgárdát az MLS szabályzatába, a mi javaslatunkra, mi írtuk azokat az MLS szabályzókat, hogy saját rendezőgárdát kell alakítani, a biztonsági igazgatót, hogy alkalmazni kell, és ezeket a dolgokat mind el tudtuk fogadtatni a szurkolókkal, mert leültünk velük és tárgyaltunk. Révész Máriusz felszólalására, nézze, én, hogyha
kiviszem a kislányomat, okokozata összefüggések vannak. Én nem a szurkolóktól féltem jelen pillanatban, hanem a rendőröktől. Azoktól a rendőröktől, akik sokszor jogsértően, ha már pápánál tartunk, pont a Ferencváros pápa mérkőzésen az utolsó fordulóban, a rendőrök mindenféle ok nélkül a meccs vége után megtámadták a Ferencváros szurkolókat, és lefújtak embereket, és össze-visszavertek embereket, anélkül, hogy lett volna rá ok, csak ezt soha senki nem vizsgálja ki. Tehát én tőlük féltem, és önnek nem kell elmondanom, gondolom, Révész Máriusnak, hogy mennyire lehet a készeléti rendőrség droidjaival bármilyen eszmecserét folytatni, hiszen láthattuk 2006-ban, hogy önnek sem sikerült, és ebben súlyos következményei lettek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Két perces felszállása következik, Apáti István képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Eredetileg normál felszólásra készültem, de hát Révész Máriusz miatt, Révész Máriusz hozzászólása túllépte az inger küszöbömet. Hát egész egyszerűen úgy látom, képviselőtársam, próbálok hangosabban beszélni, mint az előbbön, hogy teljesen mértékben félremagyarázza a szavainkat, különösen Zagyva Györül a képviselőtársam szavait. Egyértelmű, hogy ezeken az áldatlan állapotokon változtatni kell. És veszem magamnak a bátorságot az, hogy hozzászólok, mert több mint 15 éve járok. Több-kevesebb, de inkább több mint kevesebb rendszerességgel magyar labdarúgó mérkőzésekre és nemzetközi meccsekre is. Nem azért nem mennek a szurkolók meccsekre, mert attól félnek, hogy ott esetleg egy kisebb vagy nagyobb szurkolócsoport rendbontásokat fog elkövetni. Pontosan azért nem mennek ki mérkőzésekre, mert akár még sajnos egy Fradi pálya vécéjében vagy mellékhelyiségeiben bokáig gázolunk a vizeletben, áldatlan állapotok uralkodnak, nincs normális kiszolgálás, nincs normális étel, nincs normális ételitalfogyasztás, ami van, az gyakorlatilag aranyáron mérik. A balkán állapotoknak már örülünk, de leginkább dél-amerikai vagy afrikai állapotok uralkodnak. Körülbelül egy ilyen valóban Uganda vagy Zimbabwe szintjén mozgunk. A másik pedig az, hogy a sokszor, és itt nem a rendőri állományt, hanem a rendőrállomány egy részét a készenléti rendőrséget kritizálom, az egyenruhába bújt huligánokkal kellene már valamit kezdeni, ugyanis 2011. április 1-én a legutóbbi Fradi Újpest mérkőzésen megélhettük volna azt, hogy végre egy olyan derbi után vagyunk, amikor nem történik érdemi rendbontás. Hát a rendőrök megoldották azt, hogy ha nincs balhé, akkor majd mit csinálunk. A saját szememmel láttam, úgyhogy nekem nem tudnak félre magyarázni, nem tudnak félre vinni, mert én saját szememmel láttam, hogy mit műveltek a rendőrök, olyan apuka irányába is fújtak könygázt, aki a pár éves kisgyermekét fogta a karjában. Úgyhogy nekem ne próbálják megmagyarázni, ne próbálják mentegetni a rendőreiket, legalábbis a készenléti rendőrség embereit, mert a pszichikai felülvizsgálata az állomány jó részének igencsak indokolt le, úgy látom nem bírják elviselni a stresszt, és egész egyszerűen a törvény mögé bújva ütnek, vernek embereket, és helyeznek büntetőjárás hatály alá olyan embereket, akik a világon semmilyen büntetőtörvénykönyvi tényállást nem valósítottak meg. Inkább ezzel foglalkozom a belügyi vezetés, és még csak egy gondolat erejéig, külön mosolyttal az arcunkra, amikor a rendpártiságunkat vonják kétségbe önök, akiknek a kormányában ül olyan személy, akire azt mondják, hogy don, akkor nem a kanyar jut eszünkbe. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk az írásban előre bejelentett felszólalásokat. Megadom a szót Schiffer András képviselőnek, LMP képviselőcsoportjából. Tisztelt Országgyűlés, itt a hozzászólásom előtt azért lenne néhány kiegészítő megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit itt ellenzéki képviselőtársaim már elmondtak. Az egyik, hogy én azt gondolom, hogy a stadion helyzet nyilván meg lesz oldva. Hát itt délelőtt megtudtuk, hogy például Debrecenben majd lesz egy nagy stadion, ahova majd közmunkásokat ki fognak vezényelni. Gondolom, akkor majd Debrecenben már lehet kulturált körülmények között mérkőzésre járni. A másik, Varga képviselőtársam, amit még egy órával ezelőtt ugye hivatkozott itt az adatvédelmi rendelkezésekre, meg az adatvédelmi biztosra. Szerintem ezt ne tegye. Az adatvédelmi biztos be lesz szántva holnap, a magyar információszabadságra szintén keresztet vethetünk holnap, úgyhogy ezt a törvényjavaslatot szerintem ennek szellemében kell értékelni. Hogy egy konkrét dolgot mondjak. Önmagában az, hogy a rendbontóknak az adatait továbbítják külföldi hatóságok irányába, ez nyilván kevéssé kifogásolható. Egészen addig, amíg a hatályos adatvédelmi törvény van hatályban. Mit kívánnak önök tenni a holnap terítékre kerülő adatvédelmi törvényben? Kiveszik azt a feltételt, ami a hatályos AVTV-ben benne van, hogy hogy harmadik országban úgy lehet továbbítani személyes adatot, hogy a harmadik ország a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosítja. Önök ezt a megkötést kiveszik, tehát eznek a törvényjavaslatnak az adott továbbításra vonatkozó rendelkezéseit úgy nézzük meg, hogy jövő évtől
nem lesz feltétel az, hogy harmadik ország a személyes adatok védelmének megfelelő védelmi szintjét biztosítsa. Következő, amit mondani szeretnék. Az elmúlt hónapokban, amikor ellenzéki oldalról különböző büntető törvénykönyvi módosítási javaslatok jöttek elő, például akkor, amikor mi büntetni kívántuk volna azt, hogy egy állami szerv, önkormányzati szerv a közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget, önök ezeket a javaslatokat azzal verték le, hogy készül az új büntető törvénykönyv, és nem szeretnék, egyébként teljesen érthető okból, nem szeretnék azt, hogy hetente, havonta cincálják szét mindenféle indítványok a büntető törvénykönyvet. Önök más se csinálnak. Hát lassan 2-3 hetente, úgy, mint a tavalyi megboldogult esztendőben alkotmánymódosításokat, most büntető törvénykönyvi módosításokat hoznak ide. Hát ezt hogy gondolják? Szóval komolyan gondolják azt, hogy miközben egy büntető törvénykönyvet készítenek elő, mindenféle mondva csinált indokkal 2 hetente, 3 hetente rángatják a büntető törvénykönyvet. Nem lehet egy átfogó büntető törvénykönyvi módosítást behozni a ház elé, hogyha sürgős szükségről van szó. És ha már a sürgős eljárásnál tartunk, államtitkár úr, ne haragudjon. Az, amit ön válaszolt most Szilágyi képviselőtársamnak, ez nem válasz. Mi konzekvensen egyébként, hadd áruljak el ennyi műhelytitkot, azért szavazzuk le az önök sürgősségi javaslatait, nem mintha ennek különösebb jelentősége lenne, mert önök arra nem méltatják a Magyar Országgyűlés, hogy megindokolják a sürgősséget. A konkrét törvényjavaslattal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy semmiféle sürgősségi indok nincsen. Természetesen az elmúlt 10 évben is voltak olyan rendbontások a magyar pályákon, amik joggal borzasztottak el törvénytisztelő magyar állampolgárokat, viszont hogyha összességében nézzük a 90-es évek az ezredfordulóhoz képest a mai helyzetet, hát azért olyan helyzet ma nem áll fenn, főleg, hogy most ugye szünet lesz, a törvény se rögtöni hatállyal lép hatályba. Semmi olyan sürgető szükség nincsen, amiért most ezt feltétlenül ide kell hozni a házba. Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az a kormányzati kommunikáció, hogy önöknek valamit virítani kell. A másik meg az, tényleg én sem tudok másra gondolni, hogy bizonyos üzleti érdekek indokolják ezt a törvénymódosítást. Semmi más nem indokolja. És még egy, államtitkár úr, nem gondolom azt, azzal együtt, hogy persze komoly problémák vannak, ahogy Kukorelli képviselőtársam is elmondta, még mindig vannak komoly problémák a magyar sportpályákon. Ezzel együtt nem gondolom azt, hogy a magyar közbiztonság legégető problémája az az egyre néptelenebb futballstadionokban lenne keresendő. És ha már a futballstadionok elnéptelenedéséről beszélünk, egy picit távolabbra lépnék ettől a konkrét törvényjavaslattól. Tehát akkor, amikor a törvényhozás vagy a kormányzat a futballstadionokról, a sporthuliganizmusról, a szurkolásról beszél, talán kiinduló pontként érdemes lenne számot vetni azzal a nem túl szívderítő jelenséggel, hogy még akkor, amikor mondjuk én voltam általános iskolás, ami azért nem volt annyira rég, mint itt néhány megszóló képviselőtársamnak az iskoláskora, hát azért teljesen bevett dolog volt az, hogy iskolai osztályokban a gyerekek Fradinak, Dózsának, Honvédnak, én egymagam a Vasasnak szurkolok, és hát ezeken mentek a különböző meccselések az osztálytársak között. Ma, hogyha valaki elmegy egy általános vagy középiskolába, nem talál, vagy nem nagyon fog találni magyar csapatnak szurkoló gyereket, és ez nem pusztán a futball színvonaláról szól, és nem futball szakmai kérdés. Tehát az, hogy ma magyar gyerekek úgy nőnek föl, hogy ők a Real Madridnak, Bayern Münchennek, én nem tudom kicsodának szurkolnak, ez tragédia. És ez nem pusztán futball szakmai kérdés. Tehát akkor, amikor önök nemzeti összetartozásról beszélnek, a nemzeti identitás megerősítéséről beszélnek, ehhez nem elég emléknapokat törvénybe iktatni. Tehát számot kéne vetni azzal a helyzettel, hogy miközben az elmúlt, mondjuk azt, hogy 120 évben a nemzeti identitás ápolásának, továbbörökítésének az egyik legalapvetőbb élménye az a futball élmény volt, hogy bizonyos klubcsapatokhoz nagyon komoly közösségek kötődtek, és nem csak azokhoz a csapatokhoz, amik egy-egy településnek a helyi identitását fejezték ki. Gondolok a nagy budapesti futballklubokra, ehhez képest ez az identitás képző erő elveszett. Olyan közösségek vesznek ki a magyar társadalomból, amik az elmúlt 120 évben a nemzeti identitásnak az egyik legfőbb hordozói voltak. És pusztán kriminális szemüveggel nyúlni ehhez a kérdéshez, én azt gondolom, hogy ez futball nyelven szólva legalábbis kapufa. Hát a másik, ha már itt mindenki sztorizott egyet, azért annyit hadd áruljak el, államtitkár úr, hogy
Miközben én elég sokáig a 2000-es évek közepéig én legalább annyit jártam futballmeccsre, mint ön, sőt én külföldre is elmentem. Nekem a legelborzasztóbb futballélményem az nem a futballhuliganizmushoz kötődik. 1999-ben az önök kormányzása alatt ön ugyanebben a székben ült, a Népstadionban rendeztek, nyilván nem túl népes közönség előtt, mielőtt itt képviselőtársaim beszólnak, egy Vasas MTK kupadöntőt, ahol érdekes módon az angyalföldi közönséget, az angyalföldi huligánokat, a biztonsági cég emberei gyakorlatilag kezdettől fogva provokálták. Semmiféle rendbontás, semmiféle jogszabályba ütköző cselekedet a szurkolók részéről nem volt. Majd a futballmérkőzés úgy ért véget, hogy az önök készenléti rendőrsége asszisztált ahhoz, hogy a biztonsági cég emberei PP-vel verjék az angyalföldi szurkolókat. Köztük földre vitték azt a azóta elhunyt színészt, aki a Vasasnak a műsorközlője volt, Breyer Zoltán. Hát nagy dicsőség. És az önök készenléti rendőrsége ehhez asszisztált. És ez a biztonsági cég sorra őrzött különböző futballmérkőzéseket. Tehát azért én azt szeretném megerősíteni, hogy miközben persze a sporthuliganizmus ellen nyilvánvalóan megfelelő szabályokkal és főként megfelelő jogalkalmazással föl kell lépni, talán azért az is megérne néhány kört, hogy a magyar rendőrség és elvileg a belügyminisztérium felügyelete alá tartozó különböző biztonsági cégek az elmúlt évtizedekben mennyire tartották be a törvényt, és a különböző rendőri vagy biztonsági cégek által elkövetett jogsértéseknek milyen törvényes következményei lettek. Én úgy tudom, hogy nem nagyon volt erre példa. Maga a törvényjavaslat, én azt gondolom, hogy, és lehet, hogy ez a sürgősség okozza ezt, hát meglehetősen átgondolatlan. Egyfelől én is idézném azt a bevezető mondatot, ami úgy szól, hogy hosszú évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az erőfeszítések nem érték el a kívánt célokat és eredményeket. Itt lábjegyzés